Három új taggal bővül a szerbiai kormány. Az államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter Anna Brnabic helyett Branko Ruzsic lesz. Az újnak számító környezetvédelmi minisztériumot Gorán Triván vezeti majd. Nenad Popovic pedig tárca nélküli miniszterként az innováció területén tevékenykedik majd. A legnagyobb meglepetés mindenképpen Alexander Vulin és Zorán Györgyevic nevéhez fűződik, ugyanis a két miniszter helyet cserél. A Védelmi Minisztériumot ezentúl Alexander Vulin vezeti, Zorán Györgyevic pedig a munkaügyi és szociálpolitikai tárca élére kerül a szintén újnak számító Európai Integrációs Minisztérium élére Jadranka Jokszimovic kerül, aki korábban tárca nélküli miniszterként dolgozott. Branislav Nedimovic továbbra is az agráriumért felel. Ő a mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztériumot vezeti. Goránk Knežević ezentúl is gazdasági miniszter, Alexander Antic bányászati és energetikai miniszter, Nella Kuburovic igazságügyi miniszter, Mladen Sárcsevic oktatási, Zlatibor Loncsár pedig egészségügyi miniszter lesz. Vanya Udovics is pozíció sem változik, a sportért felel majd, míg Vladán a művelődési és kulturális ügyeket kezeli. Dusáv újait pedig pénzügyminiszterként folytatja eddigi szakterületének koordinálását. Az első kormányalelnök és a külügyminiszter Ivica Dacsics marad, emellett a kabinet további alelnöki posztjait Nebojsa Stefánovics belügyminiszter, Rasim kereskedelmi idegenforgalmi és telekommunikációs miniszter, valamint Zorana Mihálylovics építésügyi közlekedési és infrastruktúrális miniszter tölti be. Slavica Gyukics Dejánovics és Milán Krikobabic tárca nélküli miniszterként tevékenykedik majd. Anna Brinabic kormány az expozéját várhatóan szerdán ismerteti. Az új kormánynak a törvény szerint legkésőbb június 30-áig péntekig kell megalakulnia.